Krisztusban testvéreim! Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot, Sernek testvérét, János, és külön velük fölment egy magas hegyre. A népet nem vitte föl, a 12 apostolt sem, hanem csak ezt a hármat választotta ki. Testvérek, az isteni kiválasztás nagy misztérium, vagyis felfoghatatlan titok, de lehet élni vele. Egyébként az isteni kiválasztásban, mint minden isteni tettben, benne van az az első cselekvése Istennek. Igazából ezt kell jól megtanulni, ami a Biblia elején áll, és ami a Hiszek egy elején áll, hogy Isten teremtette az eget és a földet. Testvérek, a teremtés. Igazából azt tudjuk, hogy mi nem ez. Nagyon fontos megjegyeznünk, hogy Istennek nincs szüksége a világnak, világra. Nem azért teremtette, hogy szórakozzon egy kicsit. Nem azért teremtette, hogy mi dicsőítsük őt, és az jól esik neki, ez mind emberi dolog. Itt mindjárt az első isteni tettnél már egy szédülés fog el bennünket, de jól leső szédülés, mert érezzük, hogy ez így van, de fölfoghatatlan. Testvérek, mi azt szeretjük, vagy azokat szeretjük, akik vannak. És azért, mert ilyen jók, meg kedvesek. Isten a semmit kezdi szeretni, ami nincs, és lesz. Ez az Isten. Ez a teremtés. Tehát azért, hogy miért teremtette a világot, semmit más nem tudunk, mert így tetszett neked. Nincs megokolás ebből a világból. Mert ha Istennek szüksége lenne a világra, akkor az Isten nem lenne Isten, mert vágyik valamire. Nem vágyik. Ez a tiszta szeretet, hogy vállalja ezt a rettenetes drámát, ami az emberek és az angyalok szabadsága, hogy ellentmondhattak neki, de azt akarja, hogy milliárd és milliárd lény egykor az ő örök boldogságában részesüljön. Miért mondtam ezt el? Mert a kiválasztásban is ez van. Mit gondoltok, miért választotta ki a zsidókat a többi nép közül? Amikor a fejükbe szállt időnként a dicsőség, mint ahogy nekünk katolikusoknak is a fejünkbe szállhat, akkor figyelmeztette őket. Nem azért választottalak ki, mert nagy nép vagytok, a legkisebb vagytok. Így tetszett nekem, pont. És hogy miért vagyok itt a templomba, elsírhatnám magamat. Nem te adsz itt az Úristennek, hanem hogy te ezt érted, a szomszédod meg nem érti. Miért választott ki? Nem ez hangzik itt a Timóteusnak írt levélben, amikor Szent Pál azt mondja, meghívott minket nem tetteink miatt, hanem saját elhatározása és kegyelme alapján. Szent Pál nagyon sokszor megdöbben azon, hogy én, aki üldöztem Isten egyházát, arra méltatott, hogy most hirdetője legyek az evangéliumnak. Testvérek, nehogy elbizakodjunk. Nem azért választotta ki ezt a három apostolt, mert ezek tehetségesebbek, mint a többi. Az igaz, hogy a teremtésnek nincs más megokolása, mint egyedül Istennek így tetszik, de van a teremtésnek rendeltetése és célja. A kiválasztásnak nincs megokolása, nem azért választott ki engem hívőnek, mert én jó vagyok, meg tehetségesebb vagyok, nem ezért választott ki papnak sem. Nem. De van célja. Azért, hogy add tovább a többinek. Az Ó és Új Szövetségben a kiválasztás az inkább küldetés. Mert Isten emberek által akar a többi emberre szólni. És milyen gyönyörűen teljesíti ez a három apostol a küldetést? Tényleg szinte megszolgálja ezt az ingyenes kiválasztást, hiszen Péter apostol kereszten halva megdicsőíti Krisztust.
meghal Krisztusért. De mielőtt meghalna, azt írja az egyik levelébe, nem ravaszul kieszelt mesék nyomán adtuk nektek hírül Urunk dicsőségét, hanem mi láttuk a Szent hegyen. Az öreg Péter visszaemlékezik erre, hogy láttuk az Úr dicsőségét. Azért tudott róla tanúságot tenni a föld szélső határáig. Ugyanígy Jakab, akinek vértanúságát leírja az apostolok cselekedete, és János evangelista, az ő evangéliumában le se írja a színeváltozás jelenetét. Miért? Mert a János evangélium Krisztusa az mindig a színeváltozott Krisztus. Ott mindig az Isten fia beszél. Én és az Atya egy vagyunk, mondja a János evangélium Krisztusa. Az Atya bennem van, és én az Atyában. Aki engem lát, látja az Atyát. Az egész János evangéliumot elönti a táborhegyi fény. Íme megfeleltek a kiválasztásnak, de alapja a kiválasztásnak csak az Isten ingyenes kegyelme. Mi is most fölmegyünk egy magas hegyre, látni fogjuk az Úr dicsőségét a Szent misében, és küldetésünk van. Ott elváltozott előttük, az arca ragyogni kezdett, mint a nap. Nagyon fontos az arc. Az arc az a szemét jelenti. Az ént, ami láthatatlan. A zsidó szó a panim azt jelenti, hogy felszín, mint hogy a víznek van felszíne. Az ember felszíne az arc. Az állatnak nincs arca, pofája van, mert nincs személyisége. Nincsen énje, nem tudja, hogy van. És most Jézusnak a személyisége az a mélységes, aki egy lényegű az Atya Istennel, ez most az arcon megjelenik. Milyen nagy dolog, amikor a kisgyermek már mosolyog. Azon a kis felszínen egy jelzés, örül. Az állat nem is tud mosolyogni. Így nem. Jézusnak a dicsősége nem az, hogy kívülről világítják meg, mint a sztárokat. Jézusnak nem az a dicsősége, hogy az emberek mit mondanak róla. Egyszer azt is mondta, nem fogadom el a ti dicsőítéseteket, mert egymást dicsőítitek, nekem abból elég. Nincs bennetek az Isten dicsősége. Jézusnak a dicsősége az, hogy ő belülről ki, kicsoda ő az Istennek, és az Isten kié Jézusnak. Ez az egész kereszténységnek a lényege. És ez most megjelenik az arcon. És majd hangzik az ó, ez az én szeretett fiam. Ez az ő dicsősége. Testvérek, és van itt még valami csodálatos, ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. Nagyon nagy jelentőségű. Mert az Úr Jézus arca most azért ragyog, mert a felszínre jön az, hogy ő kicsoda, Isten. Persze a jelenet végén le lesznek tiltva az apostolok, hogy erről ne beszéljenek. Miért? Mert nem értik egészen. Ők még akkor zsidó emberek, de nagyon meglepődnek. Mikor értik meg? Amikor Jézus halottaiból föltámad. Akkor már leborulnak előtte, és imádják őt. Megértik azt, hogy Jézus ott van, ahol az Isten van, és öröktől fogva ott van. Mit mond az utolsó vacsorán? Atyám, dicsőíts meg engem azzal a dicsőséggel, mely a világ kezdete, teremtés előtt már az enyém volt. Tehát Jézusnak a személye, az énje, ahogy most mondjuk mindjárt a hiszekedjünkbe, benne van a hiszekedjbe a táborhegy, amikor azt mondjuk, hogy Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől született, de nem teremni az Atyával egylényegű, és minden általa lett. Testvérek, ez a keresztény hit, ha ezt hazaviszed, nem keseredhetsz el, hogy az Isten emberré lett.
fölfoghatatlan. Akkor minket nem hagy el, a mi halálunkkal halt meg, és a mi testünkben támad fel. Nagyon nagy jelentősége, hogy azt most már értjük, hogy miért ragyogott az arca, kinyilvánult az, hogy ő kicsoda, de a ruhája az nem ő. Csodálatos jelenség. Azt jelenti, hogy mindazzal, amivel kapcsolatban van Krisztus Istenünk, a megtestesült Isten, az egykor ragyogni fog. És mivel van kapcsolatban egy ember? Mindennel. A nappal is kapcsolatban vagy. A legtávolabb csillag, a legtávolabb levő csillaggal is. Jézus ruhájának ragyogás azt jelenti, hogy egyszer a világ mindenség örökké valósul. Mi nem azt hiszük, hogy lesz, hogy a lelkecskénk él a halál után, ez kevés, nem ez a mi hitünk. Várom a holtak föltámadását, az eljövendő örök életet. Nem az az utolsó fölvonás, hogy Jézus a mennybe megy, hanem mit mond János? Láttam a mennyet alászállni, és Isten velük lesz mindörökké. Testvérek, tudjuk a mi hitünket? Az, hogy Jézus ruhája ragyogott, az azt jelenti, hogy a ruha anyaga. Tehát nem csak az ő személyes egysége révén az ő emberi teste emelkedik be az Isten dicsőségébe, hanem egyszer minden. Mózes és Illés jelentek meg. Most egy kicsikét felejtsük el, hogy keresztények vagyunk, az nem szabad, de most egy kicsit és a zsidó apostolokkal próbáljuk ezt a jelenetet megérteni. Őnekik fordítva jelent ez valamit. Mert még nem tudták, hogy kicsoda Jézus. És most megdöbbennek, hogy Mózes, akinél nagyobb nincs. Az ószövetségi törvény, az öt könyvnek az írója, hogy a zsidók tudják, az mint egy kis szolga, idejön a názáretihez, akkor ki ez a názáreti? És Illés, az első próféta, aki aztán jelképezi az összes profétákat, jobbról és balról itt állnak vele, és ő középen ott áll, ki lehet ez a Krisztus? A sejtések szinte elborítják az értelmüket, Szent Lukács meg is jegyzi, hogy elaludtak közbe. Ez egy sajátos alvás. A vérrel verítékezéskor is aludtak. Ez igazából az Úr is megfeddi akkor őket, de ez egy sajátos álom. Az ember nem bírja ki az Isten dicsőségét. Mert a vérrel verítékezésben és a föltámadott ragyogásban is ugyanaz az isteni szeretet van, és ekkora szeretetet nem bír ki az ember. Azt tanítja a teológia, hogy amikor meghalunk, az Úristen egy új szervezetet ad, hogy elbírjuk az örök boldogságot. És szózat hallatszott a mennyből, ez az én szeretett fiam, amiben kedvem telik, őt hallgassátok. Senki mást. Az Isten és az ember végső dolgairól. A kereszténynek el kell ezt egyszer döntenie. Buddha, Konfúciusz, Mohamed, kereső emberek. Sok minden megvilágosodást kaptak, de az Istent belülről nem ismerik. Egyedül Jézus az, aki tudja, hogy kicsoda az Atya, hogy egyáltalán az Isten az Atyánk, hogy Isten három személy, és hogy Isten a szeretet. És Jézus tudja, hogy mi lakik az emberben. Őt hallgassátok. Ma nagyon sok tanító lép föl. Az Úr Jézus meg is jövendölte. Majd lesznek ám olyan idők, amikor valaki a maga nevébe jön. Még csak azt se kell elmondani, hogy milyen egyetemeket végeztem. És a televízióban, a médiában, bocsánat, a legnagyobb ostobaságokat mondja a vallásról. És rögtön százan, ezeren hisznek neki. A hiszékenység a hitnek a karikatúrája. Mi csak ennek a Jézusnak hiszünk,
aki az apostolok előtt abszolút igazolta magát, hiszen zsidó létükre a föltámadott Krisztust imádják az apostolok. Ennek hallatára tanítványok leborultak és nagyon megrémültek. Keljetek fel, ne féljetek! És már Jézus semmit se láttak, hogy Jézust egymagát. Testvérek, Jézus egymaga elég. Ez azt is mutatja. Elmaradt a ragyogás. Nincs ott már Mózes és Illés. Elég nekem Jézus ismerete. Testvérek, nem minden vasárnap egy táborhegy. Nem csoda az, amiben mi itt részesülünk. El lehet felejteni ezt a világosságot, amikor lejövünk a hegyről, hazamegyünk, és a gondok ránk szakadnak. Gondok mindig lesznek, ez a föld még nem a mennyország. A családban, a társadalomban. Találkozunk sötétséggel, gonoszsággal, betegséggel és a halállal is, de ezt többet nem szabad elfelejteni. El lehet-e felejteni a táborhegynek a ragyogását? Annyira megértette ezt a magyar keresztény nép, annyira szerették énekelni azt, hogy Uram, jó nekünk itt lennünk. És úgy érezték, hogy a templom ez, ahol talán nagyobb dolog történik, mint ami most Péterrel, Jakabbal és Jánossal, mert hiába látták a ragyogást, hiába volt látomásban részük, még nem tudták azt, amit mi tudunk, amit ők csak a föltámadás után tudták, hogy kicsoda ez a Krisztus, ami egyetlen reménységünk. Amen.